Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Abban az időben azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: Uram, látni szeretnénk Jézust. Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: Eljött az óra, hogy megdicsőjön az ember fia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti az életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennygörgött. Mások így vélekedtek. Angyal beszélt vele. Jézus megmagyarázta nekik: Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon, most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, olyan szép ez a mondat: Uram, látni szeretnénk Jézust. Nem tudjuk pontosan, hogy miért akarták látni Jézust. Van egy olyan föltételezés, hogy ezek a zsidók, akik nem Jeruzsálemben éltek, hanem szétszóródva messze vidékokon, és a görög területekről jöttek vissza Jeruzsálembe, ezek a zsidók azért akarták látni Jézust, mert szerették volna őt megkérni arra, hogy álljon a politikai mozgalom élére, és itt az idő arra, hogy bejelentse, hogy ő a király, Jézus, és gyűjtse össze a népet a rómaiak ellen. Nincs ez így most leírva, nem tudjuk meg, hogy végül is ezek a görögök, görög területen élő zsidók, a diaszpórában, a szétszórottságban élő zsidók, vajon mit is mondtak Jézusnak, de én elképzelhetőnek tartom ezt a megfontolást, ezt a véleményt. De most ezt a mondatot, hogy Uram, látni szeretnénk Jézust, ezt egy kicsit úgy emeljük ki most a szöveg összefüggésből, és így önmagában csodálkozzunk rá. Olyan szép ez a mondat, hogy szeretnénk látni Jézust. Hát hányszor van olyan, hogy egy kisgyerekot nagyszületik egy családban,
egy kisgyereket látni akarja, az egész család, mindenki szeretné látni. És akkor jönnek, megnézik, oda telefonálnak, hogy na, jöhetünk már. Mert ugye az első napokban azért még nem lehet ott átjáróházat csinálni, hát ha valaki esetleg betegséget hozna be a kisbabához, tehát azért van egy pár hét, amíg jobb, hogyha a kisbaba otthon van, nincs nagy átjáróház. De azért már egy pár hét után jöhetnek a rokonok, megnézhetik, barátok, szomszédok. Szóval szeretnénk látni egy kisgyerekot. Aztán, amikor egy nagy politikus, vagy egy miniszterelnök jön egy városba, hát ennyien oda jönnek, hogy na, lássuk már akkor azt az elnököt. De ugyanígy, például úgy tudjuk, hogy 2016-ban Ferenc pápa jön Magyarországra. Milyen sokan el fognak menni, akik nem gyakorló hívők, csak egyszerűen az van bennük, hogy hát nézzük már maga ezt a Ferenc pápát. Hát ha ott lehetnénk közel hozzá, szeretnénk látni. Ez egy nagyon egyszerű, természetes emberi vágy, ami visszavezethető oda, hogy a paradicsomban, a kezdet kezdetén, az Édenkertben az ember látta az Istent. Tehát a bűnbeesés előtti állapotban az ember egy olyan mély, közvetlen kapcsolatban volt az Úrral, amit mi föl sem tudunk fogni. Bűn nélkül. Ott sétálgatott az ember a kertben, már hogyha megemlítem ezt a szót, hogy mesztelenül, már hirtelen a fejünkben egy botrány indul el, hogy mi az, hogy mesztelenül sétálgatott az ember ott a kertben. Hát a bűnbeesés előtt az ember nem szégyölte magát Istennel szemben. Most mi már nagyon sokféle, nem csak a ruháról van itt szó, mi már eltakarjuk magunkat Isten előtt. Ne lásd a mi sebzettségünket, ne lásd a mi bajainkat, ne is szóljál bele, az maga másik. Tehát ez a mély vágy, hogy látni szeretnénk Jézust, látni szeretnénk valami szépet, látni szeretnénk ezt a csodálatos orvost, aki meggyógyítja a betegeket, föltámasztja a halottakat, aki tömegeknek prédikál. Tehát ez a vágy, hogy látni szeretnénk Jézust, ez ott gyökerezik az ember teremtésénél. Hogy amikor Isten megteremti az embert, akkor az ember láthatja az Istent. És utána az egész Biblián, az Ószövetségen főleg végigvonul az a kifejezés, hogy az ember nem láthatja Istent. Nem láthatjuk. Mert ha ember élve látná Istent, az a dicsőség, az a látvány olyan erős, hogy az ember ebbe belehalna. Ez is le van írva a Bibliában, hogy maga Isten mondja Mózesnek, hogy nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradna utána. Hát ez olyan dolog, mint hogy most akkor valaki menjen közel a naphoz. Hát szétégetné őt a nap. El se jutna odáig űrhajóval, az más kérdés, de hogy hát ha a nap szétégetne minket, ami csak egy bolygó, egy teremtmény, egy csillag, tehát nem maga az Isten, a nap az egy anyag, nem egy szellemi lény, nem Isten. A nap Isten egyik teremtménye, ami szolgálja a többi teremtményt egy bonyolult rendszerben. Szeretnénk látni Jézust. Szoktam imádkozni együtt az ovisokkal, tanítom őket imádkozni, és akkor mondom nekik, hogy csukjuk be a szemünket, képzeljük el, hogy Jézus arcára nézünk, Jézus tekintetére, és Jézus mosolyog ránk. És ezt minden ovis itt a végén így imádkozunk. Most már fél éve, két ovis csoportom is van, hát összesen most hát szeptember óta, nem is tudom hány alkalommal már ez megtörtént, hány hónap eltelt, 6 hónap,
6x4, 24, két csoportban 48, mondjuk majdnem 50-ször elmondtam ezt a gyerekeknek. És egyszer egy nagyon érdekes dolog történt, és csak egyszer történt meg, de én hiszem, hogy igaz, az egyik kisgyerek azt mondja, én látom Jézust. És nagyon nagy örömmel mondta ezt, és egy picit kinyitottam a szemet, ránéztem a gyerekre, és láttam rajta, hogy ő komolyan gondolja ezt, hogy ő most a lelki szemei előtt tényleg látja Jézust. Szóval, hogyha ha te látnád Jézust, akkor minden teher, minden félelem, minden baj lehullana rólad. És már ez a kis egyszerű mondat, hogy szeretnénk látni Jézust, ez már egy imádság. Tehát lehet így imádkozni, hogy azt mondom, hogy Jézusom, szeretnélek téged látni. Ez egy imádság. Nem csak az az imádság, hogy a fél óra alatt elmondok egy rózsafűzért, vagy elmegyek a templomba misére. Az egy imádság, amikor a szívemből őszintén följön a vágy, hogy én szeretném már látni ezt a Jézust. És kedves testvérek, Jézus is akarja ezt. Tehát az, amikor mi imádkozunk, az nem úgy van, hogy Isten pedig teljesen közömbös. Nem. Isten akarja azt, hogy mi lássuk őt, lássuk az ő dicsőségét, hatalmát, fönnségét, méltóságát, tisztaságát, szépségét, az ő fénylő világosságát. Tehát Isten ezt akarja. És amikor Isten érzékeli rajtunk, hogy bennünk növekszik a vágy ő utána, akkor az Úrnak ez tetszik. Ez nagyon tetszik neki. Hogyha kedves testvérek, játszottatok már kicsi gyerekekkel, biztos játszottatok, egy kisgyerekben mennyi lelkesedés tud lenni, mennyi vidámság, mennyi kíváncsiság. És akkor amikor azt mondod neki, hogy na, gyere, most lesz valami meglepetés, el van dugva, de megmutatom neked. És hát a kisgyerekben egy olyan elementáris erővel föltör az, hogy jaj, de jó, de jó, de jó, most mi lesz, valami szép dolog lesz. És amikor te látod a gyerekon ezt az örömet, hát ez neked milyen nagy örömet okoz. Te már tudod előre, hogy mit fogsz neki mutatni. Nem nagy dolgot, lehet, hogy csak az oldban egy kis nyuszit mutatsz neki. Te nem is tartod ezt olyan nagy dolognak. Mert hát tudod, hát egy kis nyuszi. De tudod, hogy a gyerek örülni fog neki. És amikor meglátod a gyerekon azt az örömet, az téged is fölvillani az, hogy hát ez a kis unokám, vagy ez a kis szomszéd gyerek, vagy ez a kis rokon gyerek, ennyire örül ennek a kis nyuszinak, hát akkor én maga örülök ennek a kis gyereknek. Tehát Isten nem közömbös a mi vágyaink és örömeink iránt. Istenben van egy ilyen végtelen vidámság. Vidám. Az Isten alapvetően teljesen vidám. Nem aggódik. Hát ő az Isten, ő mindennek az ura, ami miatt aggódna. Minden a kezében van, élet és halál ura. Akkor mi miatt aggódna? Ő nem fog meghalni. Neki nincs betegsége, nincs szenvedése, nincs aki őt legyőzhetné. Nincs, aki őt megakadályozhatná a terveiben. Tehát ha most egy pillanatra azért tényleg gondoljuk végig, hogy ki is az Isten. És akkor kezdjük el sorolni, hogy Isten mindenható, mindentudó, örökkévaló, hogy Isten király, Isten élet és halál ura, ő a világ teremtője. Tehát kezdjük el sorolni, hogy milyen ez az Isten, akit mi ismerünk a Bibliában az egyházszállításában. Hát ha ezt összerakjuk, akkor a végén oda kell kiukadnunk, azt hiszem alapvetően, hogy Isten végtelenül nyugodt, boldog, minden a kezében van, semmi miatt nem aggódik, és ő szívesen segít rajtunk. Szívesen magadja nekünk mindazt, amire szükségünk van, mi attól ezerszor többet is.
önmagát adja nekünk. Szóval egy szó mint száz, egy végtelen, csodálatos kaland, öröm, egy soha véget nem érő, növekedő szeretet indul el bennünk, amikor ez a kis egyszerű imádság őszintén föltör a szívünkből, hogy szeretnénk látni Jézust. Erősítsük magunkban ezt a vágyat. Újra és újra, minden nap, hogy Jézus, szeretnélek látni téged. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben.